Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Tengerici Mézeskalács óvoda és mini bölcsöde Maci csoportosainak évzáró ünnepségén és a ballagásán, hiszen a 18 Maci csoportosból 16-an elballagnak az iskolába szeptembertől, ketten pedig átballagnak a pillangó csoportba. Külön tisztelettel szeretném köszönteni Tónai Lászlóné jegyzőasszony, Szijjártó József igazgató urat és Szekeres Andreát, aki a leendő első osztályosok leendő osztályfőnöke lesz. Én nem is szeretném nagyon szaporítani a szót, de még szeretnék valakit külön köszönteni. Horváth Körös Lakos, nagyon örülünk, hogy eljöttél te is. Egy-két technikai információt szeretnék csak elmondani, és akkor átadom a szót a gyerekeknek. Van, aki nem érkezett meg, mert lebetegedett, de lehet, hogy közben még megérkezik, azért elnézést kérünk akkor, hogyha itt lesz egy kis jövésmenés. Technikailag úgy fog kinézni, hogy először egy mesejátékot szeretnénk eljátszani, utána következik a néptáncos évzáró, de Gyuszi bácsi is egy kicsit áragadt itt közben, de reméljük, hogy ideért. És utána pedig átöltöztetjük a gyerekeket az ünneplő ruhájukba, és akkor utána már zavartalanul folytatódik minden. A öltözködés közben, ahogy most is, ott már lehet nézni egy pár képet a Maci csoport elmúlt 3 évéből pillanatképeket. Köszönöm szépen, és fogadják szeretettel a Maci csoportosok ünnepségét, évzáró műsorát és ballagását. Egyszer volt formán volt a világon egy irtózatosan kicsike. Abban a kicsikedben egy irtózatosan kicsike. Abban a nagy kertben egy óriási nagy istáló. Abban az istálóban 99 játszótajta, amihez a meséket kötötték. Minden egyes karikához 99 mese volt kötve. Hogy a sorsom arra hajtott engem, bekerültem abba az istálóba. Megláttam azt a sok szép mesét kikötözve, kiválasztottam belőle egyet, mégpedig ezt. A tücsök és az egér lakodalma. Yo
gyalogom jobbra-balra, felmászom a domboldalra, hol a bárány legeli, gyere velem, s oda is. Farkas Szikki vagyok, akarsz-e a feleségem lenni? Elsőnek énekel legyen! Áú, áú! Hú, de csúfa hangot! Old el magad gyorsan, gyorsan innen! Jó napot, tücsök kisasszony! Macska Marci vagyok, akarsz-e a feleségem lenni? Béka, Benő a nevem, akarsz a feleségem lenni? Elsőnek énekelj egyet! Brekek, brekek! Hú, de csúfa hangot! Hordd el magad gyorsan, gyorsan innen! Szia, kutya Kázmér, te is énekelj egyet! Vaj, vaj! Húzze csúfa hangot, hozz el magad gyorsan, gyorsan innen. Ez az, legyen szerepli. Szépség. Jó napot, szépség ez, tücsök kisasszony. Egé, hadd mutatkozzak be, egé remélem. Akarsz a feleségem is. Kis tücsök, minden este itt ülök, álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom. Harsoló messze száll, tétovázban meg-megáll, áradón égig ér, minden éjjel elkísér. Pengenek, dallamok, réten át a ballagok, harzenék éjszaka, tiszta nyári éjszaka.
éjszaka. Kis tücsök, minden este itt ülök. Álmosan hallgatom, hogy zenél a cimbalom. Harsogó messze száll, tétovázban meg-megáll. Áradón égig ér, minden éjjel elkísér. Tengenek, dallamok, réten át a ballagok. Hagy zenél éjszaka, visszanyári éjszaka. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ignác Nemes Szolnyi az én nevem, halaska volt a jelenem, az ételeket válogattam, a verseket megtanultam. Karácsony Gejla a nevem, esenyő volt a jelenem. Jó vagyok, de kicsit még rosszalkodni is tudok. Olóki Bence a nevem, létre volt a jelen. Eleven és Falkosz vagyok, ha kérdezik, minden tudok. Hírom Benet a nevem, Pettő Fiabbe volt a jelen. Soha nem lehetetlen kerek, iskolában van a helyem. Csóka Nikolán Tájusz a nevem, asztal volt a jelen, kicsit még figyelmetlen vagyok, ezért még az óvodában nem. Tölgetőben jártam virágok között, ott láttam egy kis lány koszorút kötött. Mondtam neki, hogy köszön nekem is, adok érte csókot, 25-öt is. Mondtam neki, hogy köszön nekem is, adok érte csókot, 25-öt is. Zöld erdőben jártam virágok között, ott láttam egy törpét szalonnát sütött. Mondtam neki, hogy adj egy falatot, megfordult a törpe és vízkodatot. Mondtam neki, hogy adj egy falatot, megfordult a törpe és vízkodatot. Zöld erdőben jártam a nevem, traktor volt a helyem, összeadok, kivonok, ha kell gyakot is vonok. Múli Torka a nevem, Mici volt a eleven és okos vagyok, mindenkivel húzik kapok. Német Manuel Zászló a nevem, László volt a jelen, szeptembertől betűtte ismertől. Ajtó ablak nyitva van, bejöhet akárki, de ha egyet gondolok, bejön Sanyi bácsi. Ennyi Sanyi bácsi, maga csúnya bácsi, éjjel napa, hogy virág már almát akar lopni. Ajtó ablak nyitva van, bejöhet akárki. De ha egyet gondolok, bejön Sanyi bácsi. Ennyi Sanyi bácsi, maga csúnya bácsi, éjjel napa, hogy virág már almát akar lopni. Móricz Máté a nevem,
Fagyi volt a jelen. Minden elsőre megjegyeztem, tudós lesz belőle. Mondd. Igen, Szabina a nevem, Házikó volt a jelen. Énekelni szépen tudok, iskolába indulhatok. Lükni a világ nevem, hajó volt a jelen. Bármán az iskola, benne sok új csoda. Nagy Kertvin Mária neve, Szívecske volt a jelen, Razoni meg a szeretet, iskolába mehetek. Nem jöttök már óvodába, iskolások lettek. Játék helyes számokra iskolbeiskoltettek. Szoksi írni, bocakon B, O, A, C, színek, F, tangegyekből kodták. Azért mi sem bűtlakodunk, itt a maszkosabba. Találkozunk az iskola padban. Nem hívott senki, magamba jöttem én. Színezést van ott a keresztülék megyén. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtett sokáig el, ha egyszer elmegyek. Most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtett sokáig el, ha egyszer elmegyek. Elérkedett újra, kételek üzenet. Nem kért fel senki, hogy daloljak neked. Játszunk most együtt, amíg csak lehet. Remélem nem felejtett sokáig el, ha egyszer elmegyek.
Köszönjük szépen nektek! Egy nagyon-nagyon jó hírem van nektek. Többet nem fogunk próbálni. Ez volt az előadás. Gondoltuk, hogy ennek örülni fogtok. Most már csak az élmények, a móka és a kacagás vár benneteket egész nyáron. Kinek az óvodába, kinek otthon. Nagyon, képzeljétek, nagyon jól emlékszünk még az első napotokra Tündi nénivel. Viki néni nem emlékezhet rá, mert nem volt még itt, de Ivet néni volt a Dadus néni. Ivet néni, Tündi néni meg én nagyon emlékszünk az első napotokra. Volt, aki úgy csinált, mintha mindig ide járt volna az oktába, elengedte az anyukája, apukája kezét. Mi pedig próbáltuk, hogy megkönnyíteni valahogy ezt a dolgot. Tündi nénivel, Ivet nénivel és én is próbáltunk sok-sok szeretetet, ölelést, bíztatást adni nektek, hogy jobban érezzétek magatokat az óvodába. És hip-hop, eltelt 3 év, és most már azt látjuk, hogy sosem figyeltek ránk, már mennétek haza, hogy mindig kilóg, már lelőttek az ágyról, már elkezdtek potyogni a tejfogaitok. Szóval minden arra mutat, hogy most már iskolások lesztek. Érezzétek magatokat nagyon jól az iskolába, és maradjatok, mert készítünk nektek egy kis ajándékot, de előtte még szeretnénk a szülőknek is megköszönni, hogy ránk bízták a gyerekeket. Szerintünk nagyon sok közös élményünk volt. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy a közös cél érdekében egy csónakban tudtuk eredni. Szeretnénk az SMK-s szülőknek, a szülői munkaközösségi tagoknak külön is megköszönni. Ők Zsírosház Erika, gyertek ide, legyetek szívesek, Garajci Dóra és Hollósi Pálmer Lilla. Köszönjük szépen a munkátokat, és természetesen minden szülőnek köszönjük. Nem szeretnék tovább húzni, mert nem tudják, még köszönjük szépen mindenkinek a részvételt. A gyerekeknek odaadjuk még az ajándékokat, közben egy PPT-t még megnézhetnek a matematikus utolsó napjairól. Köszönöm szépen! Jó, azt elfelejtettem bemondani. Kapnak a gyerekek még ajándékba egy ilyen matekos dobozt is, ezt Andi nénivel megbeszéltük, hogy ilyet szeretne a matekosoknak. Ezt nem adjuk haza, nehogy nyáron elkeveredjen, vagy leves kerüljön a fogyasztóba, vagy valami, hanem ezt mi most itt összeszedjük, csak kihoztuk megmutatni, mindenkinek rajta van a neve, jele, és szeretettel átadjuk Andi néninek. Andi néni is hozott a kis ballagóknak, akik az ő csoportjába fognak járni, hogy az egyik ajándékhoz. Andi néninek is köszönjük. Véletlen elfáradt.